Az előzetesek a marketing gépezet egyik legfontosabb elemét képezik. Itt fedik fel általában az első jelenteket egy bemutatásra váró filmből, bepillantást nyerhetünk a képi világba, jelmezekbe, mozgás közben, egy látványfilmnél szemügyre vetjük az effekteket, és így tovább. Egy jól elkészített előzetes célja, hogy minimális információt felfedve, röviden, lényegre törően meghozza az ember kedvét az adott filmhez, esetleg a már meglévő kedvet még tovább hype ezzel nincs semmi baj, csak kedves marketinges barátaink azt felejtik el, hogy a tetves trailer az nem a film két percben való elmesélése. Úgyhogy beszéljünk most egy kicsit erről. Ha valaki megkérdezi, hogy láttam-e ennek vagy annak a filmnek az előzetesét, általában egy határozott nem a válasz. Nem vagy nagyon ritkán nézek trélereket, az elmúlt néhány évben pedig főleg. Ennek oka, hogy vagy alapból várok egy filmet, és nem igazán kell meghozni a kedvem hozzá, vagy óvatosságból nem nézem meg. Nem szeretném, hogy lelőjenek minden point, csavart és így tovább, viszont ez az elmúlt időkben nagy divattá vált. Most mondhatnám azt, hogy nem értem miért, de sajnos értem, csak szerintem ez egy bődületesen nagy baromság. Nyilván nőtt az inger küszöbb, már sokan nem kapják fel a fejüket arra, hogyha jön egy szörny, összedül egy épület, felrobban valami, és meg sorolhatnám. Helyett egy mini történetet akarnak elmesélni a lehető legtöbb információval, felfedve elég sok csavart, amire bizony te lehet magad hype csak éppen amikor eljutsz oda, hogy a moziban nézed a filmet, már előre tudod, hogy mi fog történni, hála az előzeteseknek. Nem azt mondom, hogy így élvezhetetlenné válik az adott darab, de hogy masszívan az élménykárra válik, az biztos. Ez a trend nem új keletű, az egyik első nagy vihart kavart eset még 2002-ben történt, a gyűrűk ura két torony előzetese kapcsán. Oké, okay, csata, jönnek a gonoszok, stb. igen ám, de az utolsó néhány másodpercben felfedték, hogy Gandalf nem halt meg, és visszatér. Persze ezt lehet magyarázni azzal, hogy sokan olvasták a regényt, és tudták, hogy így nincs értelme titkolózni, de szerintem igenis okozhatott volna meglepetést, ha nem lövik le a megjelenés előtt ezt a húzást. Muszáj megemlíteni a Terminátor szériát, ami sportot űz abból, hogy tökön lövi magát. A negyedik rész a megváltás kapcsán egy kicsit új koncepcióval próbálkoztak, ami szerintem működött, sokak szerint nem. Ez most lényegtelen, viszont ott is az előzetesben előtték, hogy Sam Worthington karaktere amúgy nem ember. Pedig ez egy igazán ütős csavar lehetett volna, aminek meg volt az alapja, fel volt építve és illett is a sztoriba. Tanultak belőle? A nagy szart! A Genesisben is volt egy hasonlóan frappáns lépésük. A trailerig se kellett várni, már a plakáton megmutatták, hogy John Connor itt bizony fémből van, és nem az a hős, akinek megismerhettük. Itt amúgy az első két csinálóban még tartották magukat, de a másodikban már kb. mindent előttek. Szerintem kb. a leggyengébb Terminátor film a Genesis, de vitathatatlan, hogyha ezt a point nem lövik le, jóval nagyobbat üthetett volna. A közelmúltból is vannak hasonló élményeim, például Guy Ritchie új filmje, az egy igazán dühös ember is iszonyat gázelőzetest kapott. Nekem mákom volt, mert először láttam a filmet és nagyon szerettem, meg tudott lepni, viszont utána megnéztem a trélert és te jó ég! Nagyjából minden fordulatot lelőnek, a motivációt, a mi érteket fel nem fogom, hogy engedhette ezt meg bárki. Fele akkorát nem ütött volna a film, ha hamarabb látom az előzetest, és azt tanácsolom mindannak, aki tervezi még megnézni, hogy messziről kerüljetek el mindenket csinálót. De említhetném még az F9-nél, hogy hán visszatérését is lelőtték, aminek bár semmi értelme nem volt a készműben sem, mert ugyanolyan hulladék rágyali a film, de egy kellemes felfedezés lehetett volna a rajongóknak, ha nem tudják előre. Legutoljára a vak sötét második részének előzetesét láttam, és az is kisi kiakasztott, hogy mennyire sok infót előnek benne. Nagyon erős aggájaim vannak azzal a filmmel kapcsolatban, így, hogy már láttam, hogy mire számíthatok, de ne legyen igazam. Egy szó mint száz, értem miért születnek ilyen csinálok, viszont sem egyetérteni, sem megérteni nem fogom, hogy ezt az elkorcsosult marketinget hogy lehet így szinten tartani. Nem igaz, hogy nem tudnak kevesebb információval dolgozni, mégis kiemelni a lényeget, nem lehetetlen a dolog, például az első bosszú álló trélere zseniális. Bemutat egy alapot, látjuk, hogy jön a gonosz, lesz egy rakás akció, és kedvenceink összefognak. Mindezt egy kurva jó Nine Inch Nails dallal, stílussal, mégsem lővele semmi extrát. Ezt kéne követni manapság, és egy rosszabbam nem lenne, viszont ami ezeknek az úgynevezett szakembereknek a fejében van néha, az rohadt gáz, úgyhogy ezúton is kérem őket, hogy legyetek szívesek, ne basszátok szét a nézőkérményét a lustán összerakott mega -spoileres előzetesekkel. Ki pedig a saját érdeketekben csak akkor nézetek trélereket, ha tényleg megfeszültök az adott filmért, más esetben a kevesebb információ sokkal nagyobb élményé képes változni.